Április 13-án megszületett a Győri Állatkertben az első kis jaguár, Zoja és Csikó kölykeként. Zoja az anyukája nagyon-nagyon ügyesen gondozza, hiszen születésétől kezdve folyamatosan figyel rá, ügyel arra, hogy megfelelő táplálékot kapjon, illetve arra is figyel, hogy a gondozók kellő távolságot tartsanak tőle, hiszen a természetben is ez az anya feladata, hogy megvédje minden áron a kicsit. Éppen ezért a vizsgálatokhoz egy külön kis edzésre volt szükség, azért, hogy egy kis pozitív élménnyel ugyan társuljon az elzárás, viszont így is az anyai ösztönök miatt rögtön az volt az első, hogy ezután az orvosi vizsgálat után odament és a kicsit a szájába kapta, és elvitte és eldugta. Ez az anyánknak a feladata, és mint ilyen, nagyon jól végzi a dolgát. Mivel ő az első kis jaguárunk itt az állatkertben, ezért nagyon-nagyon örülünk neki, hiszen Csikó kézzel nevelt jaguár volt, ő az apa, és ezért választottunk mellé egy olyan nőstényt, mint Zoja, aki Falkában nőtt fel, és saját anyja nevelte, így ezeket az anyai ösztönöket megtanulta, illetve saját bőrén tapasztalta. Grrrr!